Tisztelt Máté Szalkai, kedves érdeklődők! A közelmúlt fontos polgármesteri döntéseit ismertette Máté Szalka vezetője az elmúlt napokban ebben a videóban. Az idejévre szóló közbeszerzési terv részeként komoly beruházásokról ejtett szót. Új bölcsödéje lesz a városnak, amelyet még idén megépítenek az északi lakótelepen. A Medgyesi Zöldfa utca kereszteződésében körforgalmat alakítanak ki, emellett a Máté Szalkaiak egy régi vágya is megvalósulhat 2021-ben. Rengetegen várják Máté Szalkán ismét egy nem is 30, lehet, hogy 50 éves álom, a belvárosi piacnak a kivitelezése. Itt 2021 második negyedévében szeretnénk elkezdeni a közbeszerzési eljárás kiírását, azért, hiszen itt, ahogy tudjuk, a felülépítmények a kispiac területén ugye magántulajdonban vannak, vagy éppen vállalkozói tulajdonban, és minden egyes tulajdonossal az építési engedélyezés megkezdés előtt meg kell minden részletben állapodnunk. A legnagyobb beruházás ugyanakkor a belváros rekonstrukciója lesz idén, melynek megtervezésére, újraálmodására 300 millió forintot kapott a város. A Máté Szalka arculatát évtizedekre meghatározó fejlesztés magába foglalja a városháza átköltöztetését az ANTS volt Kossuth utcai épületébe, amelyet még bővíteni is kell majd. Erre ez a nettó 700 millió forint, amit mi tervezünk, elég kell, hogy legyen. Ugyanakkor, mivel az emberek megszokták azt, hogy a hivatali ügyintézés, mondjuk a szociális irodán, vagy mondjuk amikor valamilyen kifizetés van, az itt történik a belvárosban, ugye itt van a járási hivatal is. Ezért a Kazinczy utcai hivatali épületünket, ami a CIB Bank oldalával szemben található, a Szalkavíznak a volt ügyfélszolgálati épülete ez, azt is bővítenénk úgy, hogy ezek a funkciók itt is megtalálhatóak legyenek a belvárosban. A mostani városháza helyén egy mélygarást építenének a tér alá, ez is szintén 700 millió forintba kerül majd a tervek szerint. Magára a Hősök tere és környezetének megújítására pedig 1,9 milliárd forintot szán az önkormányzat. A tervpályázatot már kiírták, ahogy a többire úgy erre is igaz, hogy nyílt eljárásról van szó, vagyis bárki pályázhat az Európai Unió területéről. A mintegy 5 milliárd forint összegű fejlesztés mellett több más lezárult vagy folyamatban lévő munkáról is beszámolt a polgármester a videóban.